Adventi szentmisét tartottak a kistelki Szent István templomban. Ezt tekinthetik meg teljes egészében a következőkben. Addig térdemlába lesz az az ember, aki szeretne a bűneit
Isten, ami irgalmas atyád, Szent Fiának kereszthalála és föltámadása által, kiengesztelte önmagával a világot, kiárasztotta a Szent Lelket a bűnök bocsánatára. Az egyház szolgálat által bocsásson meg nektek, akik most érdeltek, és adja meg a békét. És én tanulmazlak titeket bűneitekből, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Magasztaljuk Istenet, jóságos hozzánk!
Végre egy kicsit kirántott belőlem Isten, önmagunknak a bűn köréből, és föl tudtunk tekinteni rá, és így elkezdte gyógyítani a szívünket, elkezdte a békéjét adni. Ezt sejtettem meg akkor, hogy a Isten után, az imádságok után az emberek így kezdtek el viselkedni. Aztán, amikor felnőttettem, amikor elindult saját életemnek az útja, amikor papságot választottam az Isten hívására, döntöttem, hogy őt követni fogom, akkor is tapasztaltam számtalanszor az Istennek a vigasztaló hatását. Egyrészt, hogy amikor az ember elkerült saját városától, elköltöztem Szegedre, akkor minden új volt. Új volt a város, új voltak az emberek, új voltak a társak, új volt a környezet, új volt a napi rend, minden fajta újdonság érte ott az ember, hogy elkezdte a papi hivatását, hogy arra való készülete. És ahogy az új dolgoknál nem is szokott az embernek vannak az új dolgok között, ami tetszik, de van, ami nem tetszik. Mondjuk tegyük fel, voltak olyan emberek, akik nagyon szimpatikusak, barátságosak, kedvesek voltak, de voltak, akik kevésbé voltak szimpatikusak. Lehet, hogy be is szóltak, vagy valami rossz indulattal közelítettek. Minden új helyen tudnak ilyen találkozások érdekelni. Vagy volt, ami tetszett a programról, volt, ami nem tetszett a programról. De ilyenkor az ember végtelenséget él át, valamiféle zavart az ő lelkébe. És én tudtam, hogy ha itt a zavart életben valami kivillent nekem a lelki egyensúlyomból, akkor nekem csak egy dolog van, hogy egy valaki, amiben bízhatok, az a Jóisten. Elmentem imádkozni, és jól elválasztottam magam a Jóistenem, hogy Istenem, hát nem ez van. Úgy idegesít, hogy ez az ember ezt mondta, rosszat akar, hogy miért mondta azt, hogy hogyan tette ezt az én életem. Megbeszéltem vele, hogy látott el Isten, most bennem a haragban, de hát, hogy már tudjam szeretni őt egy kicsit jobban, hogy hol már fölelnek ezt a békétenséget. És akár hányszor én az Istenhez elmentem az imádságba, eltöltöttem 20 percet, 30 percet az ő jelenlétével, csak kerestem, hogy Istenem mutatványom és gyerekek, jól is megölelnek, annyiszor tapasztaltam, ahányszor kijövök a bátorlatból, valahogy mindig bőség. Valami Isten mindig megérinti a lelkemnek azt a területét, ami megháborodott, vagy eljött benne a békétlenség, és amikor lecsendesíti az ő lelkemnek a tengerét. És így, amikor ezeket tapasztaltam, mondtam, hogy hát én Isten vigasztaló Isten. De ott vagyok vele, és egyszer csak megvigasztalódik a lelkem. Egyszer csak meggyógyítja bennem a békétlenséget. Ez nagyon fontos szem előtt tartani, hogy ilyen tapasztalataim lehet, hogy már vannak, lehet, hogy nincsenek. Ha távol vagyunk az Istentől, akkor jó, hogy nincsenek, mert úgyse égeti meg magát az, aki nem jön közel a tűzhöz. Tehát ez egyértelmű. Ha közel akar menni valaki a tűzhöz, akkor fog melegedni. Akkor fog ebből részesülni. Ha te eltávolodsz, ha pedig téged nem érdekel az Isten a hétköznapokban, akkor úgyse fog téged megsütni az ő tüzet, mert ha nem viszont a tűzhöz, mondom, nem fog megenni. Tehát így kell valahogy erre is gondolni, hogy Isten, vigasztalom Istennek, oda kell menni hozzá. Keresni kell, mutatni őt, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni. Ott van például a Zsoltár is. Azt mondja, hogy téríts meg, megjegy az előző vasárnak. A mostani Zsoltár az volt. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet. Csüdösségedet add meg néki. Csicó, hadd hallja, mit mond az én Uram Istenem, mert népének és szentjének békét Isten kérjük, ez valóban közel az üdvösség, hogy országunkra dicsőség költözzék. Irgalom és hűség egymásra lelke, csókot vált az igazságosság és a vége. Elkezdi ez a 84. Zsoltár magasztalni Istentől, hogy Isten, mit mondasz? Mert tudom, hogy ha te szólsz hozzá, te szólsz a lelkemnél, ez az a vége lesz az én lelkemben. Istenem, mutasd meg, hogy hogy van, mutasd meg az irgalmas szívedet. Zsoltáros is megy oda, imádkozz újra és újra, azért is ismételj újra és újra. Úrul, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet. Te is keresd ki otthon, fogd meg a Bibliát, csak
fel, és akkor nézd meg, hogy 81. Zsoltárban miket ír Istenről, hogyan imádkozik ez a Zsoltár. Te is sokat fogsz ebből tanulni, mert az imádkozó emberek tanítanak bennünket imádkozni. Azért imádkozik ez az ember, mert ő is, nem csak Zsoltár, hanem ez a régi Zsoltár felben is tapasztalta, hogy ha Isten nem mutatja az ő szívét, akkor azt a nekünk csak a lelke felére kell bűnünk. Most, a mai vasárnapon még el kell gondolkodjunk egy dologról, hogy mindez bennünket vitasztalhatatlan. Nem egy könnyű szó ez a vitasztalhatatlan, de szoktuk egymásra mondani, hogy hát valaki megsértődött, vitasztalhatatlan, próbálok neki kedveskedni, meg kívül, de mégsem fogja úgy, nem tudja ezt elfogadni. Ez előfordulhat nálunk embereknek is. De most, ami én emberekkel vitasztalhatatlan vagyok, tehát nem hagyjuk, hogy az emberek jót tegyenek, hogy kedvesek tegyenek hozzá, hogy hogyan legyünk vitasztalásra képesek azzal az Isten, aki látható. Amíg egy embernek a bocsánat kérése, vagy kedvessége sem jelent számunkra semmit, akkor valószínűleg az Isten sem fog jelenteni számunkra semmit, mert valahogy nem jut az a tervet, az nincs kéniha. Nem nyitottuk meg a Jóistenet. Mindezt tennünket vigasztalatlanát. Most egyrészt az, ami ragaszkodunk a végtelenséghez. Milyen a rantolós, suttogó, sonkolyó módon, hogy mi is ragaszkodunk ahhoz, hogy végképpenek legyünk. Ragaszkodunk a saját végképpenségünkhöz. Úgy vagyunk vele, hogy mi nekünk tudjuk el. Jobbunk van haragudni. Jobbunk van meg nem bocsátani a másiknak. Jobbunk van bőtartani a haragot, mert ugye úgy megváltozott. Testvérem, ha te bocsátani,
Nem hiszünk az Istenben, s rá van a teletetve a hitetlenség.
Reményt ébreszem minden emberben. Mennyei Atyám, nyilvánosz
minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet. Ezért merünk így imádkozni. Mi a kérdés, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, hogy minden gonosztól. Adj teljesen végig napjainkat, hogy irgalmakban mindenkor bűn és baj nélkül így, míg nem mindenre várjuk az örök boldogságot, s üdvözítettel Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te föltámadásod után így köszöntötted tanítványainak, békességet vagyok rád, az én békémet adom neked. Reménykeinket nézed, hanem egyházat, hitét, bőrizd meg szándékod szerint békével, add meg teljes egyházat.